Lajtai Kati 1000 szállal kötődik tolnához és szexárdhoz is. Mégis szentesen vált egyértelművé számára, hogy a színpad lesz az élete. Énekelt számos formációban, melyből a legismertebb a Krisztál volt. Bejárta Európát, számos musicalben vállalt szerepet. Rendszeres segítője a tehetségkutatókon induló versenyzőknek. A sírkövén és a mécslágnál egy boldog gyermek art a fénybe néz, s az ég fakó sötét. S a néma ég, komor felődűz a szél. Nagyon örültem a telefonnak, ami a Tolnai Család segítőtől érkezett, hogy lenne egy ötletük egy ilyen jótékonysági koncertre, és eljönnék-e énekelni. Önmagában a jótékonyság fogalma az engem vonz, és nagyon szívesen, de az, hogy még itt, hon, végül is Tolnán, az egy plusz csoda. Nekem egy kicsit hamarabb érkezik most így a karácsony, mert nagyon remélem, hogy sokan eljönnek erre a koncertre, de a családom is nagy részt itt lesz, és egy kicsit ilyen előkarácsonyozunk utána. Úgyhogy köszönöm a meghívást, én sok szeretettel állok elébe, és nagyon remélem, hogy jó élményeket okozok majd a közönségnek. Olyan dalokat hozott, melyek témájukban természetes módon már a karácsonyt idézték. Ugyanakkor elmondása szerint saját életében is meghatározó pillanatokra emlékeztettek. A felkészülés nem volt egyszerű, hiszen Nemes András gitáros itt, Kati Pesten készült a közös produkciókra. Ez most egy olyan együttműködés a Nemes Andrással, a gitárossal, hogy telefonon beszélgettünk, küldözgettem a dalokat, ő is megtanulta, én is külön készültem, és akkor egy gyors, rövid kis próbánk volt, azért volt próbánk. A templomnak az akusztikája az egy különleges tér, úgyhogy ott is kaptunk bebocsátást. Úgyhogy végül is, ha nem is próbáltuk túl a dolgokat, remélem, hogy elég volt. Hát a próbahiány abszolút nem érződött. Meghitt, nagyon elegáns muzsikálás szórakoztatta a programra érkező szép számú nézőseregét. Tél volt, hó esett, és jöttek az ünnepek. Gondolkodtam, mit is adhatnék neked, amit csak én adhatok, s amiről te is tudod, hogy igazán én. Abszolút az alkalomhoz illő dalokat választottam. Kicsit az ünnepre készülődés, kicsit arról, amiről szó van, hogy ajándékozunk, hogy egymásra gondolunk. Úgyhogy ezt szem előtt tartva, és saját kedvenceimet, szóval ezek így összeérnek. Van közte olyan dal, amit még gyerekkoromban otthon a családi körbe készített karácsonyi műsorba már beleszerkesztettem, tényleg, úgyhogy valódi régi kedvencekről is van szó itt majd a pár dal között. Csak félre kapcsol csengetés, ha drága hangot válsz, vagy régi zsebben maradt pénz, szűk napon találsz, ó, mondd, mit ér az ünnep? Ó, mondd, meddig tart? Mm.
Ritkén a lázas gyermek forró homlokán, vagy rossz álom, ha felriaszt és odabújsz hozzám, olyan jó.